Sziasztok, kedves nézők! Ma egy nagyon egyszerű croissant receptet szeretnék nektek mutatni. Ha ti is kedvelitek, és sokszor szoktátok venni ezt a pékárot, akkor ajánlom, hogy próbáljátok majd ki ezt a receptet. Én nagyon szeretem, nagyon egyszerű, és remélem tetszeni fog nektek is. Elsőként mérek ki tejet, meg fogom langyosítani. A tej jöhet a tálba. Mértem ki langyos vizet is, ezt is hozzáöntöm. És most hozzá morzsolom az élesztőt. És szépen elkeverem benne, teljesen felolvadjon. Azt, hogy miből mennyit használtam, a leírásban fogjátok megtalálni. Most mérek ki olajat. A tejhez hozzáadom az olajat is. Porcukrot. Hozzáütöm a tojásokat. Szintén elkeverem, és most fog jönni hozzá a száraz alapanyag, a liszt és egy kis só. A lisztben elkeverem a sót, és így fogom hozzáadni a nedves alapanyaghoz. Nem egyszerre, két-három részletben fogom körülbelül, így sokkal könnyebb lesz eldolgozni. Az utolsónál már kézzel fogok dolgozni, és teljesen simává gyúrom a tésztát. Szépen dolgozzuk majd ki. Egy idő után szépen el fog válni a tésztánk az edény falától. Kész is vagyok vele, és olajozott tálba fogom újra keleszteni körülbelül egy órát, de mutatom is. A tésztánk jöhet a kiolajozott tálba. Fóliával lefedem. És egy óra alatt kelesszük a duplájára. Mutatom a tésztánkat. Gyönyörűen megkelt. És most 10 részre fogom osztani, 10 kis gombócra, elfelezem,
és 5 további részre osztom a feleket. Kigombócolom. És most egyesével kinyújtom őket kerekre. Körülbelül 25 centi átmérőjűre. Jöhet a következő. Mindegyikkel ugyanígy fogok eljárni. Nagyon könnyen nyújtható tésztát kaptunk, nagyon jó az állaga. Csak egy pár darab maradt hátra, nagyon könnyen, gyorsan nyújtható, úgyhogy nagyon hamar meg lehet vele lenni. Körülbelül 20-25 centi legyen az átmérője, mint mondtam. De tudjuk majd szépen igazítani. Most miután kinyújtottam az utolsó tésztalapot, meg fogok langyosítani egy kis vajat, és minden egyes lapot át fogok vele kenegetni. De mutatom is nektek. Itt vannak a lapocskák, és itt van a vaj. Ne olvasszuk fel teljesen, csak éppen, hogy kenhető maradjon. És most minden egyes lapot kenjünk meg alaposan. Jöhet a következő. Most pedig helyezzük őket egymásra. Picit igazítsuk össze, és jöhet a következő. És így tovább, ameddig el nem fogy a tésztánk. Az utolsó lapot is ráhelyezem. Szépen elegyengettem, szép egyforma legyen kerek mindenhol. Mindenhol alaposan meg van kenve.
Most egy kerek tányért meglisztezek, erre fogom ráhelyezni a tésztát. Mutatom is, óvatosan emeljük fel. Fóliázzuk körbe, és tegyük a hűtőbe körülbelül egy óra hosszára. Mutatom, milyen, mikor kiveszem a hűtőből. Eltelt egy óra, bontsuk ki. És most szépen nyújtsuk ki a tésztát kerekre. Elég nagyra nyújtsuk, körülbelül 50 centi átmérőjűre. Körülbelül 50-55 centire, vékonyra nyújtsuk ki. Felezzük el a tésztát először hosszában. Majd széltében negyedeljük. Minden negyedet felezzünk el. És minden egyes darabot még osszunk három felé. Mutatom is. Miután elosztottam a tésztát, mindegyiknek a végét egy picit bemetszem. És kezdhetjük is felhajtani, mutatom egy picit a széleket így, amit bevágtunk. Kihúzzuk, és szorosan tekerjük fel. Majd az elkészült croissant egy sütőpapírral bőrezzük ide. Mutatom is a következőt, picit a széleket kihajtottam. Feltekerjük. És jöhet a sütőpapírra a bélelt tepsire. Egy picit távolabb helyezzük el őket egymástól, mert még nőni fognak.
kész vagyok a felcsavarással. Most fóliával le fogom fedni őket, körülbelül egy 20 percre, addig előmelegítem a sütőt 200 fokra. Előtte le fogom kenni tojással, mielőtt betenném, de mutatom is nektek. Eltelt 20 perc, felütök egy tojást, szépen megkenegetem őket, és mehetnek is a sütőbe, szép aranybarnára fogjuk sütni őket, de mutatom is. Egyébként, ha szeretnétek, lehet édesen is készíteni, meg lehet tölteni csokoládéval, ha sósan szeretnétek, meg lehet szórni sajttal a tetejét, úgyis nagyon-nagyon finom. De ez a croissantnak egy nagyon-nagyon egyszerű variációja. Úgyhogy, ha van kedvetek, bátran próbáljátok ki. Én most egy nagyobb adagot készítettem. Egyébként ez a teljes adag, de lehet felezni is. És akkor ugye természetesen a leírt mennyiségeknek a felét használjátok fel. Az egyik adag kész is van. Teszem a sütőbe, és kenem a másikat. Az első adag készült, mutatom. Nagyon-nagyon forró. Fogok egyet mutatni szétnyitva is, de megvárjuk a következő adagot is, hogy kisüljön. Kisült a második adag is. Fantasztikus illata van. Kár, hogy így nem tudom átadni nektek, de remélem ki fogjátok próbálni. És előre is nagyon jó étvágyat kívánok nektek hozzá. Nézzünk meg egyet belülről is. Nézzük mondjuk ezt. Ilyen leveles lett. Nagyon-nagyon finom, úgyhogy jó étvágyat kívánok nektek hozzá előre is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, gyertek legközelebb is. Ha tetszett a recept, kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!